A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 2019-ben, ahogy már beszámoltunk róla, egy új elismerés szerepelt a Fejér megyei Prímadíj gálákon, ez így volt ebben az esztendőben is, a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat is odaadták, illetve megszavazták a kurátorok. A Vállalkozók Országos Szövetsége területi szervezete a helyi közélet kiemelkedő teljesítményeit is elismerhesse. Ugye ez volt az alap, az idei díjazott pedig nem más, mint Bóka Viktor, Székesfehérvár címzetes főjegyzője. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. No, hát egy nagy örömünkre szolgál, egy törzsökeres székesfehérvári vehette át ezt az elismerést. És ez azért is fontos, mert számunkra nyilvánvaló, hogy a köznapi emberek számára és mindenkinek, aki székesfehérvárinak vallja magát, fontos Székesfehérvár város felépítése, miként épül fel a hétköznapokon, hogyan lesznek a hétköznapok, ünnepek adott esetben. Most viszont hát nyilvánvaló, hogy az életutadról szeretnélek kérdezni, annál is inkább, mert hogy azt hiszem, hogy ez egy egészen különleges történet a tiéd, mint minden emberé, de ebben olyan felütések vannak, amelyek őszintén szólva engem magam is megszólítottak. Hát kezdjük az óvodánál. Hát ha egy középső csoportos kisrác már egy alig töpörtyű, folyékonyan ír és olvas, az azt hiszem, hogy azt mondhatják a szülei, hogy előtte a világ. Igen, a Kisteleki úti bölcsödébe jártam, akkor még így hívták, most már ugye magán óvodáról van szó, és igen, valóban így történt. Ennek borzasztó profán oka volt, nekem van egy 2,5 éve idősebb nővérem, aki akkor volt elsős, amikor én középsős, és ugye ővele a szüleim, a elsős kisdiákkal mit csinálnak, leültek írni-olvasni. És ugye az erőszakos kisöccse az nem nyugodott, hogy ővele nem törődnek, és odaült, és próbáltam azt csinálni, mint a nővérem, és gyakorlatilag együtt tanultunk. Ő 6 évesen, én 4 évesen írni, olvasni, és ez vezetett oda ahhoz, hogy valóban az történt, hogy középsős koromban én már tudtam olvasni. Nem mondom azt, hogy ez előny volt a későbbiekben, mert amikor általános iskolába kerültem, akkor az első 2-3 évet végig unatkoztam. Tehát amíg a többiek olyan alapvető dolgokat próbáltak meg elsajátítani, mint például ugye az írás-olvasás, azokon én már túl voltam, és ennek megfelelően izgága gyerekként, a padban nehezen megülő nebulóként, hát úgy utólag elismerem, csináltam a fesztivált, úgyhogy nem voltam egy jó gyerek, de ennek semmi más oka nem volt, csak az, hogy végtelen unatkoztam, mert nem nagyon mondtak semmilyen újat nekem az általános iskolába. Tehát most két kislány édesapjaként ezt nem teszem, tehát nem tanítom őket, pont a nagyobbik lányom nagycsoportos, nem tanítom őket olvasni, ne kerüljenek ugyanebbe a hibába, de tény és való, hogy velem ez történt, és az általános iskolai kezdetekkor ennek inkább hátrányát láttam, mint előnyét. Viszont középiskolásként már azt hiszem, hogy ott volt egy olyan pályakép előtted, hiszen én bizonyos vagyok benne, hogy a megfelelő felkészültség mellett, hogy tudtad, hogy mi szeretnél lenni. Igen, voltak példaképeid? Ezt kevesen tudják talán. Én ugye a Tóparti gimnáziumba jártam, de én honvéd kollégista osztályba. Tehát, hogy én a Vatai Ferenc honvéd kollégiumnak voltam a növendéke 4 évig. Tehát ez azt jelenti, hogy én Székesfehérváron voltam kollégista a szülővárosomba. Itt nem messze tőlünk a Vatai Ferenc honvéd kollégiumban, nekünk nevelő tisztekkel teltek a napjaink. Tehát mi reggel felkeltünk, beágyaztunk, kitakarítottunk, megreggeliztünk, átmentünk a Tópartiba órákra, vége volt az óráknak, visszasétáltunk a honvéd kollégiumba, és kézigránátot hajtottunk, terepfutást tartottunk, alakíztunk a kézilabdapályán, lövészetre jártunk. Tehát én 14 és 18 éves korom között katonai alapkiképzésben vettem részt, és emellett jártam a Tópartiba. De ez megerősítést jelentett? Egyébként a katonai fegyelem, illetve azok a barátok, és az a beosztás, amit ott
végig kellett csinálni? Abszolút, igen, igen, igen. Tehát borzasztó feszes napirendje volt a hétköznapjaimnak, abszolút fegyelemre nevelt, ott, tehát tényleg, ott a hajad nem érhetett rá a gallérodra, tehát nem az volt, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és úgy tanulsz, és délután szilencium volt, kimenő volt 7 és 9 óra között, azt szigorúan be kellett jegyezni, mikor hagytad el a körletet, mikor mentél ki, ha egy percet késtél, akkor azon a héten te mostad föl a folyosót, tehát klasszikus sorkatonai közegekben éltem én 4 évig, és igen, úgy volt, ahogy mondtad, hogy én pontosan tudtam, hogy jogász szeretnék lenni, és egy katonai jogász, katonai ügyész, katonai bíró szerettem volna lenni. Végül azért szereltem le 2002-ben, mert ezt nem biztosította számomra a honvédség. Ők azt mondták, hogy menjek inkább gépesített lövész vagy lokátortechnikus szakra a Bolyai János Katonai Főiskolára. Hát aki ismer, az tudja, hogy semmi nem áll távolabb tőlem, mint a lokátortechnika. Úgyhogy humán beállítottságú emberként én leszereltem a honvédségtől, ezt a 4 évet megköszöntem és felvételiztem a jogi egyetemre, ahol fel is vettek. Így Pécs mindig csoda, és nem csak azért, mert a jogi egyetem ott van úgy általában is, tehát egy olyan befogadó város, amely a felsőfokú tanulmányokhoz tökéletesen illeszkedik. Ha valaki kellően nyitott és nyilván komolyan veszi azt a választott hivatást, aminek eredményeként ugye azért csak az állam és jogtudományi karon végezheti tanulmányait. Mi minden volt, amit Pécstől kaptál? Hát akkor is tudtam, és azóta is azt mondom, hogy egyetem legmeghatározóbb 5 éve volt a személyiség fejlődésemnek, a világnézetemnek, mindenem abban az 5 évben alakult ki. Ugye engem felvettek az ELTE-re Budapestre is, de én 2 ok miatt mindenképpen Pécsre akartam menni. Az egyik az az, hogy szerettem volna egyetemista lenni egy egyetem városban. Ez Budapesten, Székesfehérváriként én nem tudtam volna megtenni, hiszen fél óra alatt felvonatozok, végighallgatom a szemináriumokat, majd hazajövök. Én mindenképpen egyetemista akartam lenni, tehát szerettem volna egy olyan egyetemvárosba elmenni, ahol hétköznapokon hömpölyögnek a főutcán az egyetemisták, a jogászok, az orvostalgatók, a közgazdászok, a bölcsészek. Pécs ilyen város volt. A másik pedig, hogy 97 és 2002 között a Pécsi Jogi Egyetem erősebb volt az ELTE-nél. Lehet, hogy ezt az ELTE-sek vitatják, de ez valóban így van. A 11 alkotmánybíróból 9 Pécsen tanított, vagy volt óraadó tanár. Ugye Ádám Antal, Sólyom Lászlóval, Kis Lászlóval, Bruhács doktorral, Kecskés professzorral még lehetne sorolni. Tehát egy olyan közegbe érkeztem meg professzor emeritusok és alkotmánybírók közé, ami borzasztóan intuitív volt, és nagyon-nagyon az embert sarkalta jó teljesítményre, úgyhogy én ezért választottam Pécset, és nem is csalatkoztam a döntésembe, maximálisan megkaptam Pécstől azt, amiért én oda mentem. Példa és példakép volt ott mindenki, aki tanított. Mi volt az a plusz, amit kaptatok a professzor emeritusoktól, illetve az alkotmánybíróktól? Hiszen ők elértek bizonyos értelemben a szakma csúcsára. Én mindig azt éreztem, hogy amikor Benedek professzor óráira, vagy Földvári professzor emeritus óráira jártunk, vagy akár ugye Ádám Antal és Olyom László sorolhatnánk, ők nem csak feltétlenül a jogot tanítottak, hanem inkább világnézetet is. Tehát az ő órájukban mindig volt valami többlet. Tehát ők nem csak azt tanították meg a száraz jogi anyagot, ami után leülsz, és hosszú-hosszú órák izzadságos munka után megtanulod. Ők valahogyan azt is igyekezték átadni, hogy szerintük a világ dolgai hogyan folynak helyesen. És azért 97 és 2002 között még viszonylag friss magyar demokráciával, ugye 7-8 éves 5. magyar köztársaságnál, azért még ezeknek a szavaknak borzasztó súlya volt a számunkra, 18-20 éves fiatalok számára, akik itták az ilyen nagy tudású embereknek az eszméit. Úgyhogy ez mindenképpen egy meghatározó 5 év volt. Volt szakmai álmod? Igen. Én nagyon érdekes, de pénzügyjogász, pénzügyi tanszéken voltam demonstrátor 3 évig, és mikor végeztem, akkor fel is ajánlották nekem a pénzügyi tanszéken a tanársegédi állást, amit végül nem fogadtam el, mert a szülővárosomba, Székesfehérvárra haza akartam jönni, és haza is jöttem. Adójogból írtam a szakdolgozatomat, tehát én mindig azt gondoltam, hogy én egy magyarországi nagyvállalat jogi igazgatója leszek, aki majd különböző pénzügyi folyamatok, gazdasági folyamatok fölött is a pénzügy szakmai tekintettel adó, áfa, stb. Diszponál. Ugye én adójogból is írtam a szakdolgozatomat is, de aztán nem így alakult a történelem, ezt felülírtam. Éve van a pályádnak, hiszen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az egy
nagyon komoly olyan szakmai szervezet, ahol valóban bizonyos értelemben a legnagyobb szükség van egy felkészült jogászra, jogtanácsosra. És ráadásul, ahogy én olvastam, szárnyaltál. Igen, ez egy tökéletes véletlen volt. Elvégeztem az egyetemet, és szerettem volna elhelyezkedni Székesfehérváron, és elküldtem az önéletrajzomat mintegy 80 helyre. Mit csinál ilyenkor, akinek az édesapja, édesanyja nem jogász, nem bíró, nem ügyész, és nem tud a szakmában neki segíteni? Hát felüti az aranyoldalakat, és elküldi az önéletrajzát. Én is ezt csináltam. Egyébként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal éppen nem keresett jogász, csak random elküldtem az önéletrajzomat. És nem sokkal később hívtak, interjúztam, és igen, ez volt az első munkahelyem. Utólag szerencsésnek vallom magam, hogy így történt, hiszen itt szerettem bele a művészettörténetbe, itt lett az épített örökség az egyik szenvedélyem, azóta több mint 31 országba jártam, és több mint 200 világörökségi emléket tudtam személyesen megnézni. Egyik művészettörténész barátommal járjuk a világot évek óta, és kifejezetten világörökségi területeken minél több világörökségi emléket, épített örökségi emléket szeretnék megnézni személyesen. Ezt például innen hoztam magammal, úgyhogy így utólag azt lehet mondani, hogy jó döntés volt. Hát, hogy szárnyaltam, tulajdonképpen 2002-ben léptem be ügyintézőként, 2004-ben már budapesti központba rendeltek föl jogtanácsosként, 2006-ban már vezető voltam, 2007-ben pedig már jogi igazgató. Úgyhogy tulajdonképpen 3-4 év alatt gyakorlatilag egy vidéki hatósági ügyintézőből már egy budapesti igazgatóvá váltam. Szerettem a területet, szerettem dolgozni, nem nagyon volt, vadonatúj jogterület volt, ugye 2001-ben alkotódott meg az örökségvédelmi törvény, 2002-ben léptem be a hivatalba, tehát nem volt olyan, hogy előttem kitaposott törvény, úgyhogy egy teljesen szűz területen kellett kitűnni, és úgy tűnik, hogy jól sikerült. Lehetett közben megmaradni Székesfehérvárinak? Figyelted a város alakulását, helyzetét? Igen, szüleim, testvérem székesfehérváriak szintén, úgyhogy én azért jöttem haza minden héten, vagy egy átlagos hétköznapon, vagy hétvégén, de nem hagytam el akkor sem a szülővárosomat egy pillanatra sem. Nem volt rossz Budapesten élni, én 2004-től 10-ig éltem Budapesten, 11-ig talán, és ezt a 7 évet, ami azt jelenti, hogy mondjuk 23, 24 és 30 éves korom között. Az ott pont jó pafa volt. De 30 év fölött, ne adj Isten, már családdal, gyerekkel, nem feltétlenül, tehát nem mennék vissza már Budapestre. Az a 6-7 év jó volt, nagyon-nagyon jó dolgokat éltem meg Budapesten is, de így utólag is azt gondolom, hogy annak ott volt a vége, és amikor lehetett, visszatértem Székesfehérvárra. Egy nagyon fontos pillanat segített a döntéshozatalban. Itt gondolok elsősorban arra, hiszen erről is olvashattunk, hogy Cserpakovics András invitált, és hát azért örülünk neki, hogy ideje korán meggyőzött. Igen, ez egy folyamat volt, erről már talán meséltem egyszer, hogy ugye Cserpakovics András egymást mi egyetemről, ugye ő is Pécsre járt, ismerjük, de leginkább az, hogy a Videoton Holding ZRT jogtanácsosa volt, amikor én ott voltam gyakornok, 3 egymás követő nyáron, úgyhogy mi onnan ismerjük egymást, és kvázi barátként keresett meg 2009-ben, hogy szeretnének Székesfehérváron jegyzőt váltani, és hogy rám gondoltak, 6-8 éves közigazgatási tapasztalat, annak a fele vezetői, mégiscsak fehérvári vagyok, és hogy mit szólok hozzá. És őszintén elmondom, hogy udvariasan megköszöntem a lehetőséget azzal, hogy nekem dolgom van még Budapesten. Most lettem a második embere egy országos hatáskörű vállalkozási szervnek. Jól érzem magam, mi bíznak bennem, jogszabályt alkotok, minisztériumi megbeszélésekre járok, kormányüléseken előterjesztéseket írok. Tehát úgy érzem, hogy a pályám a helyén van. Most a helyi közigazgatás annyira nem vonz az állami közigazgatáshoz képest. Aztán Cserpakovics András másodszor is találkoztunk vele a Parlament Caféba két ülés között, és megint megkérdezte ezt, hogy de azért mégiscsak fehérvári vagyok, és jöjjek már haza. Itt már azért elbizonytalanodtam, és mikor harmadszor is feltette ezt a kérdést, akkor úgy voltam vele, hogyha egy olyan formátumú közéleti személyiség, mint Cserpakovics András ennyire szeretne velem együtt dolgozni, akkor biztos oka van, és akkor végül is harmadszor igent mondtam, és 2009 márciusában letettem a jegyzői esküvőt, és május 4-én pedig munkába álltam, éppen a 30. életévemet töltöttem be egy-két hónappal azelőtt. Mi fogadott jegyzőként, hiszen nyilván, ahogy már beszéltünk róla, a jogi pálya teljesen más szegmensét képviselted mindaz idáig.
Igazából az volt a furcsa, a fordulatszám, ami az én Budapesten hozzászoktam a központi közigazgatásban, a székesfehérvári polgármesteri hivatal 2009-ben, az egy teljesen más fordulatszámú államigazgatási egység volt, akkor még rengeteg hatósági jogkörrel és hatáskörrel rendelkezett, még a gyámhivatal, az okmányiroda, az építéshatóság mind-mind hozzánk tartozott, ez ugye most már járási hivatal hatásköre, és egy eléggé meglassult, én legalábbis úgy éreztem, senkit nem szeretnék ezzel megbánni, az én fordulatszámomhoz, az én munkatempomhoz képest egy meglassult, megkövesedett rendszert vettem át, amit azonnal igyekeztem felrázni. Nyilván próbáltam az én munkamódszeremet átadni az embereknek, hogy mi az, amit én elvárok, illetve nem tagadom, személycserékkel is kezdtem az itt létemet, ahol azt láttam, hogy ez a fajta munkamódszer, megtanítani az embereket dolgozni, ez nem megy, ott egyszerűen váltottam. Azért a polgármestert akkor még Vavasovszky Tihamérnek hívták, tehát aki nem vagyok benne biztos, hogy felhőtlenül örült az én érkezésemnek, akkor később a viszonyunk egyébként kifejezetten jó és baráti lett, és mikor látta, hogy én semmi más nem szeretnék, csak dolgozni, akkor ő is megnyugodott ebben, és nagyon jól tudtuk már a végén vinni a város ügyeit, de az elején ő is gyanakodva fordult-e felé, az egész jelenség felé, úgyhogy ez egy izgalmas időszak volt. Ugye volt közben egy kicsi Vinicai, Tibi Isten nyugosztalja, és abban viszont bizonyos vagyok, hogy csapatot kellett építened, hiszen nagyon sok minden változott. Főleg azt követően, hogy 2012-től a új rend lépett életbe, amit az imént mondtál, tehát egy csomó jogkör eltűnt, mintha nem is lett volna a járási hivatalok megalakulásával. Ez mennyit változtatott Székesfehérvár, illetve a jegyző munkáján? Ez egy nagyon-nagyon meghatározó és nehéz időszak volt. Pont 2013. január 1-ig, én azt gondolom, hogy 4 év alatt nagyjából sikerült a hivatalt úgy rendbe rakni, hogy az ügyek megfelelő színvonalon, megfelelő határidőben intéződtek, majd egy villámcsapásra a hatásköreink egy jelentős része, és majdnem 100 ember, aki elkerült a polgármesteri hivatalból, és kormánytisztviselővé vált, és a járási hivatal, illetve a kormányhivatal alkalmazottjává, az okmányirodai kollégákra, gondolok itt a gyámhivatali kollégákra, és még ugye sorolhatnám azokat a területeket, ahol állami kézbe került a hatóság. És egyszer csak ott voltunk, 250-60-an, egy olyan légüres térbe, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatalának a szerepe megváltozott, és inkább egy beruházás előkészítő, műszaki, közbeszerzéseket lebonyolító, magas, mély és útépítő beruházás előkészítő csapattá váltunk, full hatósági múlttal a nyomunkban. Tehát ez egy nagyon nehéz volt. Tehát mire mi átálltunk arra, hogy mától ez a dolgunk, mától ehhez kell érteni. Én ugye hatósági jogászként érkeztem meg Székesfehérvárra, nem tudom utoljára, mikor foglalkoztam hatósági jogi ügyel. Mindennapjaimat beruházások, magas mélyépítések, útépítések, közbeszerzések, 44 milliárdos multicsarnok projekt levezénylése teszi ki, holott akkor még okmányirodát, építés, hatósági ügyintézést és gyámhivatali ügyintézést láttunk el. Tehát egy annyira nehéz volt lépést váltani, és tényleg a kollégákon is láttam a tekintetükben azért a félemmel vegyes ijegységet, hogy hát ezt hogy fogjuk adaptálni, hogy most egy csapásra ehhez kell értenünk. Most így 2023-ban azt gondolom, hogy ez sikerült. Komoly mérnök csapat áll mögöttem, komoly jogi csapat áll mögöttem, és komoly pénzügyi gazdasági egység is áll a hivatalban, tehát most már azért ezeket a beruházásokat megfelelő színvonalon azt gondolom, hogy beruházói oldalról le tudjuk vezényelni, de ott az 2013. január 1-én ez a egy tolvonással megtörtént változás, az egy óriási földrengés volt a hivatalban. Viszont meg annyi siker kísérte ezt a munkát, annál is inkább, hiszen 2020. július 1-e, azt hiszem, hogy ez egy fontos nap a szakmai pályafutásodban, hiszen miniszterelnökünk Orbán Viktor akkor adományozott a címzetes főjegyzői címet. Ilyen fiatalon az nagyon megérintett az a pillanat? Vagy megérintett és megerősített egyben? Mindenképpen meghatározó volt az életemben, igen. Nem reméltem, hogy ilyen korán megkapom. Ugye 10 évig kell hozzá jegyzőnek lenni, és én a 11. évenben kaptam meg ezt az elismerést. Az, hogy én voltam a legfiatalabb, az igazából csak a számok törvénye, mivel én voltam a legfiatalabb megyei jogú város jegyző 2009-ben, ezért értelemszerű volt, hogy a legfiatalabb címzetes főjegyző is én leszek 2020-ban, de mindenképpen nagy dolog volt. Hátom volt a Covid, úgyhogy egy nagyon furcsán megszervezett átadó keretében
rendőrök és tűzoltók elismerések közé besúvasztva, maszkban, kesztyűben, kezet sem fogva, Pintér Sándor belügyminiszter urral történt az átadás, de ez engem ott akkor mind nem érdekelt. Éppen akkor egy olyan élethelyzetben voltunk, ami szintén a 2013-ashoz hasonló volt, világjárványt se vezényeltünk le még soha azelőtt. Úgyhogy ennek a kellős közepén történt ez, de igen, ez mindenképpen egy nagy dolog, és azóta is büszkén viselem ezt a címet. A társadalmi szerepvállalásod viszont egyértelműen azt mutatja, hogy fontos része a mindennapotnak, a mindennapjaidnak, hiszen itt a felsorolás is elég nehéz. Magyar Jogász Egylet Fejér megyei elnöke, vállalkozói központ, közalapítvány kuratóriumi elnöke. Aztán ott van az Ifjocskai Gábor Akadémia, a Felügyelőbizottság, Kodolányi Egyetem fenntartó tanácsa, Velencei Meseliget óvoda. De amiről igazán szeretnélek kérdezni, hogy semmiből egy új másik világot teremtettél, ez itt ebben az értelemben az amerikai futball. Tehát volt szerencsénk annak idején megtanulni a televízióban, hogy mit jelent ez, és bizony fanyalogtunk az első időszakban, amikor 2015 tájékán elindult ez a sportág, hiszen jószerivel lövése sem volt senkinek, hogy ez micsoda. Most pedig ott vagyunk, hogy fantasztikus sikereket ért el egy új elvek mentén felépített, igazi valóságos csapat épült. És ez tulajdonképpen, ha tetszik, nem tetszik, ez neked köszönhető. Én egy kicsit a gyerekemnek érzem a fehérvári amerikai futballt. 2016-ban kerültem vele kapcsolatba, amikor a csapat a magyar harmadosztályban vitézkedett, és most 2023-ban Európa 20 legjobb csapata között jegyzik a Fehérvárt, tavalyi évben valahol a 15. helyen. Innen nagyon nehezen lesz már feljebb jutni, tehát már olyan anyagi előny van a német, osztrák és egyéb csapatok előtt, hogy nagyon egy darabig szerintem itt fogunk ragadni, de ez így is valóban szép. És ami a legszebb az egészben, hogy hétről hétre 2000-2500 ember kint van a mérkőzéseinken, 3000 forintos belépők mellett, tehát emberek pénzt adnak azért, hogy ezt az amatőr sportágat, ezeket az amatőr játékosokat, akik a hétköznapokban békek, festők, informatikusok, asztalosok, és a hétvégén átvedlenek amerikai futballistává, szóval ezeket megnézzék a helyszínen. Úgyhogy itt Fehérváron ennek nagyon jó kis közösség alakult ki, nagyon jó kis fanatikus csapat van, és szurkolók vannak mögötte, úgyhogy én is nagyon büszke vagyok rá, hogy eljutottak idáig, de nyilván nem szabad elfelejteni az alapítókat, akik 2007-ben ezt a klubot megalapították, és 2015-ig, amikor a város belépéséig legalább kétszer vagy háromszor felélésztették Hamvaiból, úgyhogy ez csapatmunka, ez több ember munkája, ideig eljutottunk, de valóban a magyarországi amerikai futballban, ugyanúgy a jégkorongban is Székesfehérvár a központ, megkérdőjelezhetetlenül Székesfehérváron van a legjobb magyar futballcsapat, amely most már európai szinten is letette a négyét. És megújult a MÁV pálya, tehát az nem hátrány, én azt hiszem, hogy a szurkolók is elcsodálkoztak, hogy micsoda fantasztikus létesítmény lett belőle, hiszen kellően lerobbant az elmúlt időszakban már. Ez nagyon-nagyon jó. És hát van jövőkép is, hiszen láthatjuk, hogy a néhány fiatal játékossal én magam is beszélgettem, megerősítették, hogy kitartanak, ráadásul kellő tehetséggel rendelkeznek ahhoz, hogy egyre jobb eredményeket érjen el ez a csapat. Viszont akkor egy kicsit beszéljünk a családról. Én azt hiszem, hogy amikor a családról esik szó, hiszen említetted, a két kislányod van, az ők vannak a középpontban mindig. Tehát minden egyes pillanat a 24 és fél órában. Igen. Megint úgy kezdem a mondat, hogy aki engem ismer, az valószínűleg sosem gondolta volna, hogy két kisgyermekes családapa leszek, hiszen én azért nem úgy éltem az életemet, nekem mindig a karrierem volt az első, és természetesen mindig voltak az életemben hölgyek, akikkel együtt voltam, de nem volt soha tervemben az, hogy én gyerekeket szeretnék. 2017-ben váratlanul nagyon gyorsan elvesztettem édesapámat, és ott volt egy olyan érzés bennem, felélet bennem is az apai ösztön, hogy nekem is apának kell lennem, és gyakorlatilag édesapám halálának első fordulóján megszületett a kislányom, aki most már 5 éves. Úgyhogy igen, tehát való igaz, hogy nem voltam sosem olyan ember, aki a család
centrikusságáról volt talán híres. 40. születésnapomon született meg az első gyermekem, és 2,5 éve később a második kislányom, úgyhogy én egy kicsit talán későn kezdtem. Ugye viccesen mindig szoktam a barátaimnak mondani, akik velem egy idősek, én nem tagadom, már 45 éves elmúltam. Ott 16-18 éves nagy gyerekek vannak, nekem pedig ugye 2,5, illetve 5 éves lányaim, tehát ők éppen most szabadultak egy nagy, több évtizedes gyereknevelési kötöttség alól, és kezdtek el élni újra. Én viszont 40 éves koromig mindent és mindent is megcsináltam, és megengedtem magamnak, és utazgattam, és ahogy említettem, több mint 30 országban jártam. Most már egészen más a feladat, és munka után hazamenni, a gyerekeket összeszedni az oviba, vinni úszásra, néptáncra, korrepetálásra. Nem hittem volna, hogy valaha az én életemben is beköszönt ez az időszak. Lehet, hogy egy kicsit talán későn, de 40 éves korom után nekem is beköszöntött, és egyáltalán nem bánom, hogy így van. Tényleg ők az életemben a legfontosabbak, és amit mondtak nekem korábban, hogy majd, na neked lesz, meglátod, hogy miről beszélünk. Igen, megláttam, hogy miről beszélnek, valóban ez semmivel nem felcserélhető öröm. Ezek csoda pillanatok. Igen, abszolút. A vadászat azért megmaradt? Igen, a másik szenvedélyem, ami az amerikai futball mellett a szabadidőmben, ugye a vadászat. Én inkább ilyen erdőjáró ember vagyok. Nyilván elejtem a vadat, hogyha úgy hozza a vadás szerencse, de nagyon sokat járok az erdőbe csak azért, hogy átöblítsem a fejemet, átöblítsem a tüdőmet. Én azt gondolom, hogy abban a munkakörben, ahol én dolgozom, akkora nyomás van az emberen, hogy muszáj valahol kiereszteni a gőzt, és az erdő az erre kifejezetten alkalmas. A gyerekeim születése előtt minden héten legalább kétszer kint voltam a Bakonyban, amióta a gyerekeim megszülettek, ez inkább havi egy-két alkalomra szelidült sajnos, de múlt héten -5 fokba kint iderektem például a Bakonykuti hegyoldalban, tehát azért kijárogatok, igen, amikor csak tehetem, sosem fog elmúlni nálam ez a szenvedély. Szüleim horgászni jártak szinte minden szabadidejükbe, én egyszer-kétszer elmentem velük, nekem az nem fogott meg, de a vadászat annál inkább, úgyhogy igen, a vadászat az biztos, hogy el fog kísérni hosszú-hosszú éveken át még az életemben. Milyen jövőképe van egy sikeres, boldog családapának és egy sikeres, nem kevésbé boldog szakmai vezetőnek? Azt gondolom, hogy nagyon, ugye Cserpakovics Andrással 2010 óta dolgozunk együtt, 14. évet kezdjük meg. Én már nem is tudom, hogy hány ciklust, mert 4 éves ciklus, 5 éves ciklus már nehéz kiszámolni, és szerintem azért látszik az, hogy ugye 3-4 év van közöttünk, hogy egy korosztályában más szemléletet igyekeztünk behozni a város vezetésébe és a város képének a formálásába. Ezt ne felejtsük el, szerintem kevesen emlékeznek már rá, de 2009-ben, 10-ben mondjuk a főutcán azért ördögszekereket fújt a szél, és a világon semmi nem történt. Egy 86 féle aszfaltból összefoltozott patkás út volt, ahol volt a gombház meg a műszaki, de élet az egyáltalán nem volt. Ehhez képest most ugye egy faltól falig térkövezett főutca, teraszokkal, cukrászdákkal, kávézókkal és olyan élettel, hogy már azért kapunk a lakóktól jelzést, hogy most már a teraszok egy kicsit korábban zárnak be, mert már éjszaka se lehet pihenni tőlük. Tehát azt gondolom, hogy ez a kis apró példa jól mutatja azt, hogy milyen új szemléletet tud hozni a város képébe, a város vezetésébe a fiatalos város szemlélet. Mi a polgármester úr Andrással ezt képviseljük, és azt gondolom, van még mit tennünk. Ugye 2-3 éve nagy büszkeség volt, ugye, hogy a stadion elkészült és átadhattuk, és 1-2 hónapon belül elkészül a multicsarnok, ami Magyarországon is egy egyedülálló létesítmény, ahol a jégkorongon kívül teremsportágak, közönségkorcsolya, de konferenciaterem, tehát olyan minőségi szintre emeli Székesfehérvárt. Én mindig azt szoktam mondani, ugye projektgazdaként, amikor kimegyek ellenőrizni a beruházást, hogy mintha ez nem Székesfehérváron lenne. Tehát ez Rómában, Párizsban teljesen helyén való, bármelyik európai fővárosban, de ebbe a 100 000-es vidéki városba ez a létesítmény olyan mértékű bájt és kellemet sugároz, ami egészen hihetetlen. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy székesfehérváriaknak ezt tudjuk adni, és 1-2 hónapon belül birtokba vehetik. Szóval mindig van olyan fejlesztés előttünk, ami motiváló lehet, úgyhogy hát jövőre megint választás, ugye a polgármester megint megméretteti magát, illetve az egész testület, úgyhogy nincsen megállás, újra előttünk a feladat, és egy önkormányzati és egy Európai Uniós parlamenti választásokat kell a hivatalnak, és nekem, mint választási irodavezetőnek levezényelni.
hogy mindig van új kihívás, ez egy olyan feladat, hogy itt megállni nem lehet. Nos, hát köszönöm szépen, megerősíthetem egyébként, hogy jó Székesfehérvárinak lenni, és ehhez kívánok erőt, egészséget, boldog új évet a családnak, a töpörtjüknek különösen, és önnek is, neked is, és hát bízunk benne, hogy 2024-ben tovább szárnyal Székesfehérvár, és mindazt megkapja a köznapi ember, amire vágyik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt lettem. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bóka Viktor volt, Székesfehérvár címzetes főjegyzője, aki az elmúlt időszakban a Vállalkozók Országos Szövetsége Prima Gáláján is elismerést vehetett át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.